Valóságos mesevilágba érkezünk, amikor elindulunk a nyírségben, a Bátorligeti legelő szomszédságában található, természetvédelem alatt álló ősláv kijelölt tanúsvényein. Tuzsa János, a Pázmány Péter Tudományegyetem tanára 1914-ben hívta fel a figyelmet erre a területre, amelyen keveredik a különböző területekre jellemző növényes állatvilág. Itt minden a természet ősi rendje szerint történik. Az állatok és a növények csak természetes úton települhetnek ide, és élik mindennapi életüket. A magasba törekvő fák lábainál napfényben fürdőző virágok fogadnak minket. Lépten nyomon ott pompázik a kökörcsin, a tavaszi hérics és a nőszirom. Az állatok óvatosan visszahúzódnak az erdő biztonságot adó rejtekén. Thank you.
Thank you.